Üdvözlöm kedves barátaim! Indulunk vissza Magyarországra. Most utolsó városokban voltunk. Akkor volt Barnaul, ott nagyon jó program volt, lehet látni. Vették egy kis központot. Jó néz ki. Felvettem nektek, hogy lássatok. Hare Krishna, itt vagyunk. Tegnap megérkeztünk. Barnaulból ott van mögöttem a ház. És jó volt. Most volt egy programunk. Csináltunk rövid videókat, egy-két képet. És holnap reggeli programot tartunk ott. Itt, a centrumban, a központban lehet látni, hogy megvették egy ilyen valami mosoda volt, az a központ, ahol voltunk. És ez az épület, ezt most nemrég megvették, itteni társaság, bakták, krisnások. És hát még így néz ki, de még sok-sok munka kell, hogy legyen, jó nagy. És akkor majd lesz valami belőle. Szép dolog. De ez nagyon jó, hogy van egy ilyen épület. Mi is Budapesten vettünk egy gyárt, az is csúnyán nézett ki, de most már szép. És megnézünk. Én még sose voltam itt. Itt a bejárat. Aha, és akkor ezt rajtszerző. Meg itt lehet látni, épül minden, de az emeleten ott már készen vannak a dolgok. Itt volt tegnap tűzáldozat, hogy legyen minden kedvező. Hú, ez jó, nagy lesz. Kicsit sötét, de gondolom látjátok, ez jó. Most már lehet hallani a templom hangulatot. Akkor utána elindultunk, egy kocsival már mentünk, Tomskból mentünk kocsival. Utána átmentünk Novokuznyec, két éjszaka, igenis, Novokuznyecből mentünk, Barnaulból volt két éjszaka, és onnan elindultunk Novoszibirszkba, ugye az Novoszibirszk, ez a Szibériának a fővárosa, és a Tomszk az éjszakon van, Barnaul télen van, és Novoszibirszk vissza kicsit éjszakára. Időjárás csodálatos volt, nagyon jó, meleg volt, 20 fokok voltak, plusz. És ami programok jó voltak, és mikor mentünk kocsival Barnaulból, akkor beugrottunk. Igen, Barnaulban volt reggeli program még, volt előző nap este program volt. Utána volt reggeli program, és utána esti program, utána megint reggeli program, utána elindultunk, megérkeztünk először Berc, egy ilyen másik városba, ott megtartottunk programot, és folytattunk tovább, ez mint kocsival volt, és elmentünk egész Novoszibirszkban, ott is volt két nap, vagy két éjszaka, inkább úgy számolok, reggeli esti programok. Ott is voltunk, ott a Berczben is lehet látni, kis pici központjuk van. Ami a reggeli programom volt, az egy ilyen régi, kis ideglenes helység. Most pedig megérkeztünk oda, ahol megvették ezt. Ezt megvették. És most még nem használható, mert most építenek, megújítanak, de
meg lehet nézni. Ez sok minden kész már, azt mondják, de még van azért jó munka. A fürdőszoba jól néz ki. Hops. Most bementük ide a fürdőbe, és akkor... Ez egy privát ház volt. Mekkora? Fürdőszoba. Káddal. 2 méteres kád. Igazi medence. Szóval ez egy privát ház volt. És most egy templom lesz itt. Nagyon jó néz ki. Komoly kis méretű ház, vagy ez egy privát ház. De Novoszibirszkban is van kis ideiglenes kis központ, és még lesz még egy utasó videófelvétel az egész utazásról. Egy kicsit összefoglalunk, mik is voltak ott nálunk az úton, hány kilométer, és így tovább. Rendben, most itt vagyunk Vnukovban, Moszkvában, mindjárt felszállunk, 2,5 óra múlva Budapest. Köszönöm szépen, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok a videókat, és majd találkozunk Hare Krishna.